Szárdusztok, fiúk és lányok, Enduro Muki vagyok, és a mai epizódban beszélünk egy kicsit a fékekről. Megmutatom nektek egy pompának a belét, hogy mikor nincsen féketek és egyéb problémát nem találtok rajta, akkor nagy valószínűséggel a pompa lesz, és abba lesznek maga a garniturák, a tömítések, cserések, így mutatok nektek egy pár tippet, hogy ha problémátok van a fékkel, miket nézzetek meg előre. Elsősorban, ami a legfontosabb, láthatjátok, megnézitek maga a fékbetéteket, a fékbetétek állapota, milyen állapotban vannak. Márkától is nagyon függ, hogy mennyire fog a féket. Vannak, amelyek elüvegesednek, nem nagyon fognak, nincs meg az a fékérzet, ezért nem érdemes a leges-leges olcsóbbat venni. Következő rendben lehet maga a tárcsa, mikor túl kopott a tárcsát, mikor már olyan 2 mm alá van kopva, az már kopottnak számít, ezért ki tud jönni a dugattyú erősen, több lesz a maga a fékfolyadék mennyiség, több kell belé pompálódjon, és azért is lehet szar maga a fék érzete. Olyan is van, hogy meglebben maga a tárcsa, visszább üti maga a dugattyút az etrierbe, és több rendben rá kell húzzál a fékre, hogy legyen féket. Ezt mondom, okozza a lebben tárcsa, amikor megvan a tárcsád, el van kajszulva, és van egy olyan enyhe játék, visszaveri a dugattyút, és többször rá kell húzni a fékre, hogy legyen meg a fékhatásod. És van ez, amikor egyszerűen csak behúzod és lágy. Ezt akár hányszor húzod, akármit csinálsz neki, levegőztetheted, ilyen lágy marad. Az általában maga a bennül a temítéseknek, a garnituráknak az elhasználódása. Akkor el van használódva, ezek nem folynak, mert kettő van rajta, van egy külső, van egy belső, általában a belső elhasználódik, kilágyul, vagy nem tud elég likidet szívni, eltömíti maga a járatot, nem tud elég féklikidet beszívni, és nem tud csinálni megfelelő nyomást, és ez is a gyenge fékhez vezet. Mondjuk ez megviccelhet, mert volt velem olyan eset, hogy egy után gyártott csövet raktak rá fékvezetéket, és azt a maga asztalgult, nem érződött maga az a fékhatás, csak olyan lágy volt, és nem jöttem rá, mi a baja, és aztán valaki mondta, hogy igen, után gyártott csövet vett ő is, és azzal járt, hogy maga a cső tágult, nem az etriért nyomta úgy igazán erőből, hanem maga a csövete. Na, úgyhogy levesszük ezt a pompát, és megmutatom nektek a belét, és hogy miket kell cserélni benne. Szóval levettük a pompát, és szétszedjük, és megmutatom, hogy mik lesznek a cserés részek. Maga ezt a gumitömítést egy kisebb, élesebb csavarhúzóval ki lehet a helyéről feszíteni. Így. Ez alatt találtok itt
egy biztosítékot ezért, amit egy zégerfogóval el tudtok távolítani. Így néz ki, és kijön maga a pumpának a bele, van rajta ez a kettő darab temítés, ezek lesznek cserések, ezek miatt ilyen ruganyos maga a fék. Na srácok, picit elmostam, ne felejtsétek elvenni, kivenni maga innát a szűrőt, maga van az a két járatka, azt is kipucolni, mert megtörténhet az is, hogy el van dugulva. Maga a kitbe, az új kitbe, én olyan trendeltem, benne van, de van olyan is külön, csak a temítések vannak, ebben benne van külön még a tengely, adnak hozzá a rugót, a felső temítést, a kupak alá temítést, ide a tengelyhez, a maga a fékkarhoz a temítést, ilyen levegőztető csavar védőt. Ezt belerakjátok, összerakjátok, és utána kell működjön. Úgyhogy én most összerakom, és utána megnézzük, hogy fog-e működni. Egy picit figyelmesen, hogy ne vágassuk el maga izét. Elő kell kenni egy picit maga féklikiddel szoktam én, fékfolyadékkal előkenni. Mindent ügyesen, ahogy szétszedtük, hára rakunk. És kéne működjön, amire oda kell figyelni még. Ezzel volt olyan probléma, hogy össze-vissza mindenféle fajta fékfolyadékot, amelyikben minerál jár, minerális olaj, abban minerális olajat, de a kupakokon írja, hogy mibe milyen olaj jár. Maga a kupakjára rá van írva szép nagy olvasható betűkkel, hogy 4 vagy 5.1-es folyadék jár bele, úgyhogy mineralon általában magura minerált használ, főleg a régebbi típusú magura, most azok is átértek dotosra, azokban minerál, a KTM-ekben pedig a Brembo féknél annál dotos olajak járnak, úgyhogy ezt is érdemes picit, ezt a maga ide a szűrőrészt, azt is érdemes kifutatni, visszarakjuk a helyre. Ennyi lenne az összerakása, és megnézzük, hogy fog-e működni. Mint láthassátok, hára raktam. Kicseréltük benne maga a fékfolyadékot, és meglássátok, hogy maga a nyomáspontja nem lehet nekiúzni maga a markolatnak. Megváltozott ezt, tehát úgy kell beállítani, hogy a kezed fékezésnél a kezed férjen el alatta, hogy tudjál kapaszkodni már egy ujjal, általában egy ujjal, vagy két ujjal fékezel, hogy ne kell rámarkoljál a fékre, és neki húzódik az ujjad, nem fér el alatta, hanem nyugodtan férjen el. Mondom, a fékfolyadékra erősen figyeljetek, hogy milyen tesztek belé, mert erős sokat-sokat határoz. Például a dottos olajak megelik a minerálos garnitúrákat, és a minerálolaj is oldja maga a dottos, maga ezeket a dottos pakolásokat, úgyhogy érdemes odafigyelni maga a likit cserére, a tárcsa cserére, a fékbetét cserére, mert jó, ha jó a féked, jó érzés, akkor tudod biztosra, főleg ha technikáson motrozol, ilyesmi,
akkor biztosan meg kell állni a motor, oda kell a fék. Na srácok, remélem éveztétek, valamit tanultatok belőle, és találkozunk még a héten, szárbusztok!